Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Nagybőjt negyedik, az örvendezés vasárnapján nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben a Balassagyarmati Főplébánia templom Szent Felícián kórusát, Unterweger József Zsolt karnagy úr vezetésével. Nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy eljöttek közénk, hogy itt akartak lenni, és a mai napon együtt akartak ünnepelni és imádkozni velünk. Emeljük föl szívünket általuk is közelebb húsvét ünnepének méltó megünnepléséhez, ma is előkészületként egy lépéssel közelebb. De mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és a szent áldozatban részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. És a hónap 14. napján este ott ülték meg a pászkát Jerikó síkságán. Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabonát. Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak. Ez az Isten igéje. Thank you.
testvéreim, mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg, de ezt Isten viszi végbe, aki Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világban, nem tartja számon védkeinket, sőt, rám bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus szövetségében járunk, Isten maga bennünkben, benneteket áldott. Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismer, bűnné tette értünk, hogy általa Isten igazságossága legyünk. Ez az Isten az Isten. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Jézus a következő példabeszédet mondta. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány nagyszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseit közé fogadj be. Azonnal útra is kelt és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta és megesett rajta a szíved. Eléje sietett, nyakába borult és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcsém, és atyát levágatta a hízlalt borjú, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának. Látod? Én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és te nekem még egy gödőjét sem adtál soha,
hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlal borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta: fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, a tékozló fiú példabeszéde Jézus egyik legnagyobb szabású példabeszéde, amely nem csak vallásilag, hanem irodalmilag is a mű elemzésnek kimeríthetetlen kincstárát kínálja, vallási szempontból pedig minden egyes mondatán órákat lehetne elmélkedni, hiszen Jézus rendkívül szemléletesen mutatja be azokat a helyzeteket Istennek és embernek a kapcsolatában, amely minden korban, minden évszázadban más-más szempontból válik hangsúlyossá, más-más oldala emelkedik ki a példabeszédnek, de az biztos, hogy az aktualitását minden korban maximálisan megállja. A példabeszédet három részre lehet osztani. Az első rész a tékozló fiúnak a távozása, a második a megtérése, a harmadik pedig az idősebbik fiú, amelynek Jézus külön eléggé terjedelmes figyelmet szentel a példabeszédben. A példabeszéd elején rögtön érdemes egy picit megállni és elidőzni és elgondolkodni azon, hogy vajon az apa, aki ugye az Isten jeleníti meg a példabeszédben, a két fiú meg a különböző ember típusokat, az apa miért nem marasztalja a fiát? Miért nem kérdezi meg tőle, hogy hova akarsz menni, mihez akarsz kezdeni, mire kell a pénz, mire akarod azt költeni? Úgy gondolnánk, hogy a szülői szeretet önkéntelenül is azt mondatná mindenkivel, hogy elsőnek megpróbálna a lelkére beszélni a gyerekének vagy a fiának, hogy de hát miért akarsz elmenni? Hát mihez akarsz kezdeni? De ilyet Jézus nem tett a példabeszédbe. Az apa szó nélkül, kommentár nélkül odaadja az örökségét a fiának. Hogy ez így van benne a példabeszédben, ez azért van, mert Jézus nagyon mélyen akarta ezzel tanítani azt, hogy az Isten a legmesszebb menőkig tiszteli az ember szabad akaratát. Azt a szabad akaratot, amit ő adott az embernek. Az Isten senkire sem erőszakolja rá magát. Aki nem akar vele lenni, aki nem akar vele egy házban lakni, az elmehet. Mi ezt magyarok közmondásosan úgy szoktuk megfogalmazni, hogy aki menni akar, arra rá kell adni a kabátot. Nem könyörgünk senkinek, nem marasztalunk senkit, ha nem volt jó az, ami volt, hát nézzük meg, hogy mi lesz majd ezen túlmenően. Az atya pontosan ezt testesíti meg a példabeszéd elején. Szó nélkül odaadja az örökséget. Pedig hát azért gondoljunk bele, hogy emberileg eléggé fájdalmas a dolog. Eléggé fájdalmas szembesülni azzal egy szülőnek, hogy a gyereke már a halálára bazírozik. Meg sem akarja várni, hogy a szülő elpatkoljon, neki most kell az örökség, itt és most. Ráadásul az az örökség, amiért nem ő dolgozott meg. De azt tudja, hogy neki mi jár, neki mi a jussa. Neki nem később kell, 40 vagy 50 évesen,
ő most fiatal, ő most akar szórakozni, neki most kell a pénz. Ebben a mentalitásban pedig Jézus gyönyörű szépen visszaadja azt az emberi mentalitást, amelyik úgy gondolkodik az Istenről, hogy az Isten itt és most adjon ide mindent. Most legyünk gazdagok, most legyünk sikeresek, most legyünk egészségesek, most legyünk befutottak, nem érdekel bennünket, és nem akarjuk megvárni azt, amíg ennek eljön az ideje, főleg nem érdekel bennünket semmilyen féle fajta túlvilág, nem érdekel örök boldogság, meg nem érdekel mennyország, nekünk most kell az örökség, most add ide. Most vagyunk fiatalok, most akarunk élni, most akarunk, most kell. Ez az emberi mentalitás, ez kiírhatatlan az emberiségnek a történelméből. És ezt a tékozló fiú gyönyörűségesen bemutatja. Amikor Jézus úgy fogalmazza tovább a példabeszédet, hogy ezek után a tékozló fiú elmegy egy távoli országba, ezzel Jézus azt szemlélteti, hogy milyen messze kerül a bűnre vágyakozó ember az Istennek az atyai házától. Aki a bűn után sóvárog, aki a bűn után vágyakozik, az nagyon-nagyon messzire kerül az atyai háztól. Az nem érzi jól magát az atyai háznak a közelében. Neki már nem otthona az atyai ház, ő valahol egészen másfajta örömöket, leginkább bűnös örömöket próbál meg keresni. És ezt minél messzebb az atyának a szemétől, az atyának a pillantásától. Az egész biztos, hogy a tékozló fiú kellőképpen kiszórakozta magát. Volt is miből, tellett rá, futotta, lehetett szórakozni, ameddig tartott az örökség, ameddig tartott a vagyon. Hogy kiszórakozta magát, az nem vitás. De Jézus nagyon durván bemutatja azt, hogy ezzel egy időben a fiú elveszítette a becsületét, elveszítette a tisztességét. A becsület pedig olyan, mint a gyufa, az csak egyszer lehet felhasználni, utána már bármit is meggyújtani, az nagyon-nagyon nehéz lesz. Ha csak nem maradt valami kicsi még ott a gyufának a végén. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent a zsidóknak a disznó. A zsidó ember számára a disznó az egy végtelenül tisztátalan állat. Az egy tisztátalan, az egy undorító állat, ami beszennyezi az embert, és nagyon nagy megvetéssel néztek a sertésre. Amikor Jézus azt mondja, hogy a tékozló fiú oda jut, hogy ki kell mennie egy tanyára őrizni a sertéseket, ez a zsidó ember fülének olyan volt, mintha legalábbis Jézus utcanőket emlegetett volna. Mert utcanőnek lenni, vagy disznópásztornak a zsidó számára, ez is egál volt, tehát a kettő között olyan óriási különbség nem volt. És még rátesz Jézus egy lapáttal, amikor azt mondja, hogy jó lakott volna a disznóknak a moslékjával is, de még abból sem adtak neki. Nagyon durván bemutatja Jézus azt, hogy mennyire mélyre jutott a tékozló fiú. Mennyire mélyen volt. Mennyire nem volt megbecsülése a társadalomban, hogy a legutolsó dolgot kellett csinálnia. De ott a gödör alján azért megcsillan a remény, az atyai házra való visszaemlékezésnek a reménye. Nem is úgy emlékszik vissza az atyai házra, mint fiú, pedig hát azért nyilvánvalóan, hogy mint kisfiúnak elég jó sora lehetett az atyai házba, hogy úgy nem mondjam, lehet, hogy éppen egy elkényeztetett
gyerek volt, tehát a kutya is a jó sorába veszik meg, szoktuk volt mondani, de mindenképpen visszagondolt arra, hogy milyen volt az atyai ház. De nem fiúként, hanem arra gondolt, hogy atyámnak a házában még a napszámosok, a béresek, a szolgák is különbül élnek, mint én. Még nekik is külön sorsuk van, még őket is jobban megbecsülik atyám házában, mint engem itt a sertések mellett a tanyán. Vagyis a magasság és a mélység az óriási. A kettő között a szakadék az majdnem áthidalhatatlan. És hogy lehet kimászni ebből a szakadékból? Azzal az alázattal és bűnbánattal, amit Jézus kétszer is elmond a példabeszédben. Egyszer elmondja a tékozló fiú gondolataiban, hogy felkelek és atyámhoz megyek, és azt mondom, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, mert vétkeztem az ég ellen és te ellened. Utána elmondatja Jézus ezt a mondatot még egyszer, szemtől szembe az atya előtt. Aláhúzva azt, hogy a mélységből való szabadulásnak az útja, az alázat és a bűnbánatnak az útja. Ez a példabeszéd második része, a tékozló fiú megtérése, na és hát ez az a rész, ami a mai világban nagyon nem megy. Tehát azt, hogy belássuk azt, hogy bűnt követtünk el, belássuk azt, hogy hibát követtünk el, hogy ezért bocsánatot kérjünk, hogy ilyen többet nem fog előfordulni, mint ahogy mondjuk a gyónásban, a bánatimában, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat el... Na hát ez aztán a mai világban végképpen nem megy. Mert ugye olyan világot élünk, hogy nemhogy valaki beismerné a bűnét vagy a hibáját, hanem még esetleg ő kezd el vádaskodni a másik ellen, ahelyett, hogy letérdelne és beismerni a hibáját vagy a bűnét. Hát gondoljunk csak a háborúra. Hát miért van háború? Hát mert senki nem tudja azt mondani, hogy hibáztam. Hibát követtem el, nem így kellett volna viselkednem, vagy nem ezt kellett volna tennem. Ha ezt sikerült volna belátni, nem tartanánk itt. De hát ameddig mindenki meg van győződve a maga igazáról, addig békességre találni egész biztosan nem lehet. Bűnbánat és alázat nélkül semmiképpen nem lehet egy bűnös világban. Mert a bűn útjától való szabadulásnak csak az alázat és a bűnbánat az egyetlen útja. Viszont a tékozló fiú bűnbánata láttán az atya lakodalmat rendez. Tulajdonképpen abban a pillanatban megrendezi a kisfiának a lakodalmát. Hozzátok a legdrágább ruhákat, hozzátok a legdrágább cipőket, hozzátok a gyűrűt, vágjátok le a fizlalborjút, legyen zene, legyen tánc, mintha lakodalom lenne. És ebben a lakodalmas képben visszaköszön az, amit Jézus más példabeszédeinek végén nem egyszer elmondott, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége a megtérésre. Mert könnyebb megmaradni az egyenes és az igaz úton, mint kimászni egy gödörből. Kimászni egy nagyon mély gödörből az nem kis lelki erőt és nem kis önfegyelmet kíván. És nem is biztos, hogy mindenkinek sikerül. Na, itt jön a harmadik rész, az idősebbik fiú. Figyelemre méltó, hogy a példabeszéd terjedelmében Jézus egészen nagy figyelmet szentel az idősebbik fiú személyének, aki elsőre úgy tűnik, hogy ő a jó fiú. Ő a jó fiú, aki nem tékozolta el az atyának a vagyonát, aki otthon maradt, aki segített az atyának, ő a jó fiú. Azonban azt tudomásul kell venni, hogy nincsen jó fiú ebben a példabeszédben. Mert az idősebbik fiúról nem azért beszél Jézus, mert hogy a rossz fiút egy jó fiúval akarja ellensúlyozni, hanem egészen más oldalról világítja meg a bűn természetét. A tékozló fiú
a tetteiben volt bűnös. A tetteiben vitte véghez a bűn. Az idősebbik fiú viszont a lelkében. Amikor meghallja a zeneszót és a táncot, annyira nem akar bemenni, hogy az atyának kell kijönni és kérlelni őt, és ebben a pillanatban, amikor a fiú szemrehányást tesz az apjának, elárulja a saját gerinctelenségét. Azt a gerinctelenségét, hogy azt mondja az apjának, hogy én mindig itt voltam veled, és teljesítette, soha nem szegtem meg a parancsaidat, te azonban még egy gödőjét sem adtál, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Nem arról van szó, hogy az idősebbik fiú elhatárolódott volna az öccsének a viselkedésétől, hanem pusztán arról van szó, hogy neki nem volt lehetősége arra, hogy megcsinálja ugyanezeket a dolgokat. De azt mondja, ha neki lehetősége lett volna rá, ha adtál volna pénzt, én is ugyanúgy elmulattam volna, mint ahogy elmulatta ő. És ebben a nagyon-nagyon gerinctelen hozzáállásában közben pálcát tör az öccsének a feje fölött. És Jézus arra világít rá, hogy nincs joga pálcát törni az öccse feje felett, mert nem biztos, hogy ő különb lett volna akkor, ha neki erre lehetősége mutatkozik. Nem az a jó fiú, aki cselekedeteiben ugyanezt nem tette meg, hanem az, akinek nem tapad a lelke a bűnhöz. Mert ha csak azért ítélem el, idézőjelben, irítségből a másik embernek a bűnét, mert nekem nem volt rá lehetőségem, én sem vagyok különb a másiknál. Ahhoz, hogy a bűnt el lehessen ítélni, ahhoz valóban magától, a gondolattól is mentesnek kell lenni. Arról nem beszélve, hogy az apa felhívja az idősebb fiának a figyelmét arra, hogy mindenem a tiéd. Csúnyán kifejezve vagy leegyszerűsítve, hát kifizettük az öcsédet. Ami itt van, ez mind a tiéd. Ez a te házad, ez a te portád, ez a te földed. Te nem nekem szolgáltál. Nem nekem teljesítetted a parancsaimat. Ha iparkodtál, akkor magadnak iparkodtál, mert itt minden a tiéd. Az öcsédnek már semmije nincs. Az öcséd már mindenét eljátszotta. És ebben a momentumban tükröződik az, hogy mi az igazi nagy különbség a két fiú között. Azért, mert az idősebbik fiúnak ott volt még az öröksége, amihez ő is hozzátette a magáét, nem csak elvette azt, amit az apja megteremtett, hanem ő is hozzátette már a magáét. Nyilvánvalóan neki azért megvolt a tisztelete és a becsülete az emberek előtt, a tékozló fiúra soha többé nem fognak már ugyanolyan szemmel nézni az emberek. Nem tudta felfogni az idősebbik fiú, hogy az ő helyzete az mennyire egy kivételezett és megajándékozott helyzet. És különösen azt nem tudta felmérni, hogy milyen jó az, hogy neki azt a poklot nem kellett megjárni, amit meg kellett járni az öccsének. Nagy ajándék és nagy kegyelem, ha valaki ki tud mászni a gödörből. De nem biztos, hogy sikerül ez mindenkinek. És azért nem jó játszani a bűnnel, mert ha az elmerít és magába szippant, nem biztos, hogy lesz ahhoz elég erőnk, hogy kimásszunk a gödörből. De idősebb fiúként nem lehet a bűnt sóvárogva nézni. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy az atyai ház megtart és biztosítja az örökségünket, akkor nincs miért irigykedni a bűnre.
mert a bűn csak megfoszt. Nagyon-nagyon sok mindentől megfoszt. Olyantól, amit nem biztos, hogy vissza tudunk szerezni még egyszer az életben. Az atyai ház, az irgalmas atya, aki minden körülmények között, még a parancsai által is csak jót akar nekünk, és nem akarja, hogy gödörbe essünk, ez a kegyelem, és ez az ajándék, ami megtartunk, amely az örökségünk birtokba vétele felé vezet bennünket. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, járuljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és mi alázattal terjesszük eléje kéréseinket. Add, Urunk, hogy mindig boldogan siessünk a testvéri lakomára, amelyet a Szent Misében készítesz számunkra. Kérünk téged, hallgass add, hogy különbált keresztény testvéreinkkel együtt örvendezhessünk a közös otthon szent asztalánál. Kérünk téged, hallgass adj kenyeret az éhezőknek és munka lehetőséget a rászorulóknak. Kérünk téged, hallgass add, hogy az emberek ne a bűn árán szerzett örömmel csillapítsák szeretetésségüket. Kérünk téged, hallgass minket. Add, hogy földi javainkat ne sajnáljuk megosztani rászoruló testvéreinkkel. Kérünk téged, hallgass minket. Jóságos mennyei atyánk, segíts, hogy az ellenünk vétkezőknek készséges szívvel megbocsássunk, és így mi magunk is elnyerhessük tőled bűneink bocsánatát, Krisztus, a mi Urunk által.
tisztelettel vegyük körül, és méltóképpen mutassuk be a világ örökségére Krisztus, ami Úrunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és minden hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Mert kegyesen megadott hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják húsvét szentitkának ünnepét, most többet imádkozzanak, buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónok körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zenjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Ezt cselekedjék
tegyétek az én emlékezetemre.
könyörögjünk. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmet fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, a mi Úrunk által. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, csütörtökön este elhunyt Molnár Sándor testvérünk temetési gyászmiséje lesz. Jövő vasárnap a Szent Misét elhunyt Olá Vilmos édesapáért, névnapi megemlékezésül ajánljuk fel. Énekkar szombaton este a mise után lesz, Mária Légió csütörtökön a mise előtt este 17:30 itt a templomban, pénteken 17:20 keresztút itt a templomban. A következő hétvégén lesz templomunkban a húsvéti gyóntatás, így szokás szerint jövő szombaton és vasárnap a Szent Misék alatt is lesz gyónási lehetőség templomunkban. Akik szívesen és örömmel hozzájárulnának templomunk húsvéti virágaihoz, azok adományaikat a virágozó csoport tagjainak vagy a sekrestésünknek adják oda. Hálás szívvel szeretném megköszönni a Szent Felicián kórusnak és a karnagyúrnak a mai gyönyörű szép szentmisét. Megkérem a kedves testvéreket, hogy a mise végén maradjunk még együtt, és néhány művet hallgassunk meg még közösen az ő előadásukban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, Atya, Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjuk áldásra.